Gyújtópont. Kiszeri Zoltán politológussal folytatódik a Gyújtópont. Arról fogunk beszélgetni, hogy vajon hogy áll most a kormánypárt a fiataloknak a körében. Van egy olyan felmérés egyébként, ahol a 30 év alattiak nem igazán támogatják az ellenzéki összefogást, aztán mások meg azt mondják, hogy a Momentum megjelenésével a fiatalokat elviszi az ellenzék, valaki meg azt mondja, hogy a személyi jövedelemadó eltörlésének a bejelentésével a kormánypárt. Szóval sok a kérdője, Kiszeri Zoltán van a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ön most hogy látja ezt a fiatal témát, mert azt azért tényleg lehet látni, hogy a kormánypárt már nem az a fiatal demokraták szövetsége, ami mondjuk volt 20-30 évvel ezelőtt, lévén, hogy eltelt 20-30 év. Hát valóban, és a 22-es választásra már 12 éve lesz kormányon a Fidesz-KDNP párt szövetség, tehát általában a protest, hogyha van ilyen, ha lesz ilyen, ezt még nem tudjuk, akkor mindig a kormány ellen irányul, és hát a fiatalok mindig is lázadnak, nem csak a kamaszok, hanem a fiatal felnőttek is. Tehát ilyen szempontból egy generáció lassan úgy nőtt fel, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök. Nyilván a kormány egyrészt próbálja megnyerni őket, például az otthonteremtési támogatással, vagy most legújabban a jövedelemadómentességgel a 25 évnél fiatalabb felnőttek számára, és hát az ellenzék is a protestet próbálja a maga javára fordítani. Ez a friss kutatás egyébként azt mutatja, hogy a Fidesz nagyjából a fiataloknak a ötödét-negyedét tudja megszólítani, és hát két pártot mértek népszerűbbnek ebben a körben, nem meglepő módon a Momentumot, amely most még inkább generációs pártként láthatja magát, illetve a Jobbikot, amely már korábban is egyébként a 2000-es évek elején, közepén is az egyik legnépszerűbb párt volt a fiatalok körében. Akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy Gyurcsány Ferencnek az online jelenléte és a sok-sok influencer tevékenysége politikai teljesítményben nem tükröződik vissza? Hát nem. Valóban az látszik, hogy Gyurcsány Ferencék hiába költenek 10 millió forintokat internetes reklámra a közösségi médiában. Ez valójában a fiatalok körében még nem fizetődött ki. Egyrészt ugye az ellenzéki térfélen ott van a Momentum, amely inkább generációs párt, tehát életkorban is közelebb vannak a Momentumos politikusok ahhoz a fiatal 30-35 évnél fiatalabb korosztályhoz, illetve hát Gyurcsány Ferenc még mindig az egyik legelutasítottabb politikus, tehát azért ez nem csak az idősebb korosztály körében, akik átélték a 2010 előtti időszakot, a rendőri erőszakot, a magas adókat, a rossz kormányzást, a látványkormányzást, amit alig követtek lépések. Tehát ilyen szempontból talán ez a vélemény a fiatalokra is átsugárzik a családi, baráti beszélgetéseken. És hát azt is látni lehet, hogy igazából a DK továbbra is főként az idősebb korosztály körében, középkorosztály, kicsit idősebb korosztály körében népszerű. Hát annyi történt, hogy az MSZP szavazói átpártoltak a DK-hoz, illetve hát azok a korábbi baloldali szavazók, akik mondjuk pont a gyurcsányi kormányzás idején átpártoltak a Jobbikhoz, ezek mennek vissza a baloldalra, inkább a DK-hoz, de hát ők is inkább a középkorosztály, vagy a középnél idősebb korosztályokat képviselik. Hogy látja egyébként, egy kormánypárt alapvetően meg tudja szólítani a fiatalokat? Ugye ön is említette ezt a lázadás kérdését, és nyilván lázadni az ellen lehet, aki az országot vezeti. Ugye láttuk azt a korábbi időszakokban is, hogy volt az, hogy a szülők leszavaztak az X pártra, a gyerekek meg az Y pártra. Ez mennyire lehet jellemző 2022-ben? Hát így a kampány még csak most indul. Igen, Törökországból vannak nagyon érdekes számaink. Ott is hasonló a helyzet, hogy a fiatalabb korosztály inkább lázad az ottani elnök és a kormánypárt ellen, az idősebb középkorosztály, akik már azért kicsit kiforrottabban látják a dolgokat, azért többségükben még mindig az ottani kormánypártot szavazzák, és nagyon érdekes egyébként, hogy a fiatalok nem szavaznának át a szüleik, nagyszüleik kedvéért jobboldalra, még a szülők és a nagyszülők egy része, akár a fele átszavazna a fiatalok jövője érdekében az ellenzékre. Tehát Törökországból ilyen számokat látunk, Magyarországon még ez nem annyira... Jó, de akkor elmondhatjuk, hogy inkább a fiatalok viszik el az idősebbet szavazni, mint fordítva. Tehát olyan nagyon nincs, hogy gyere fiam, menjünk el, szavazzunk a Fideszre.
Úgy tűnik a török tapasztalatok alapján, hogy inkább a szülők és nagyszülők hajlamosak a gyerek, az unoka jövője érdekében szavazni, mint ahogy a szülő, mint ahogy a gyerekek szavaznának a nagyszülők vagy a szülők tapasztalat alapján. Tehát nem azt akarom mondani, hogy nincs ilyen, csak hát itt egy törökországi kutatásra hivatkozva az látszik, hogy a trend az inkább ez. De nyilván a fiatalokat egy kormánypárt is lelkesíteni tudja, tehát ez nem jelenti azt, hogy kötelező a fiataloknak a kormánypárt ellen szavazni. Nyilván a kampány az, ami befolyásolja a fiatalokat is. Azt el kell mondani, hogy a fiatalok általában nem mennek szavazni. Tehát nagyon alacsony szokott lenni a fiatalok körében a választási részvétel, és nálunk is igazából, ha megnézzük, jellemzően az egyetemi városokban jellemző, hogy a fiatalok nagyobb számban szavaznak, ugye itt átjelentkezéssel is, tehát vidékről sokan átjelentkeznek egyetemi városba, vagy fővárosi kerületbe, ahol tanulnak, hogy emiatt voltak hosszú sorok például a 14-es vagy a 18-as egyes budai kerületekben, vagy pesti kerületekben, ahol az egyetemisták átjelentkeztek, illetve hát a külföldön dolgozó magyar fiatalok körében is magasabb az választási részvétel, mert ez azért is jelenik meg így, vagy tűnik így, mert hát ugye hogy a londoni, vagy a nagykövetségen, vagy mondjuk Berlinben a nagykövetségen, hogy az egész az Németországban dolgozó, vagy a London környékén dolgozó magyarok szavazhatnak, és ezért tűnik úgy, hogy sokan vannak. Tehát vannak olyan csoportok, amelyek körében magasabb a részvétel, de a fiatalok körében átlagosan alacsony a részvétel. Ha vannak olyan témák, amik mozgósítják őket, akkor ez változhat. Nem hiába indult Greta Thunberg mozgalma pont az európai választások előtt, 19 májusi választások előtt. És azt is látjuk egyébként, hogy idős politikusok is tudják a fiatalokat lelkesíteni, a populista demagóg Bernie Sanders vagy Jeremy Corbyn, ugye egy amerikai szenátor vagy egy a brit munkáspárt korábbi vezetője, például azzal tudta lelkesíteni a fiatalokat, szinte megőrültek és rockstárként ünnepelték őket, hogy eltörli a diákhiteleket vagy a diákhitelek kamatát. Tehát ők nagyon népszerűek voltak pont az ilyen fiataloknak szólzó célzott üzenetek miatt ebben a szavazói csoportban, de hát hogy ez nem volt elég ahhoz, hogy Sandersből elnökjelölt legyen, vagy Jeremy Corbyn legyőzze Boris Johnsont a brit választáson. Egyébként a fiatalok milyen típusú vezetőre vágynak, ilyen kicsit atyáskodó, kicsit segítő valakire, vagy valami pánkra, aki tényleg szintén velük együtt lázad? Hát olyanra vágynak, aki komolyan veszi őket. Tehát igazából ez nem életkor függő, hanem főként azt kell érezzék a fiatalok, hogy meghallgatják őket, megértik őket, elfogadják őket olyannak, amilyenek, és komolyan veszik őket. Hát igazából ezt az érzést kell egy politikusnak a fiatalok felé közvetíteni. Orbán Viktor mennyire közvetíti ezt az érzést? Mert azért ugye itt most az elmúlt időszakban volt SFE ügy, meg korábban is voltak diák tüntetések, akkor azért nem tűnt úgy, hogy mondjuk ezeket a tüntetőket komolyan vették volna. Csak kérdés, hogy ezekkel a tüntetőkkel tud-e azonosulni a fiatalok, mint társadalom összessége? Szerintem nem. Tehát ha megnézzük ezeket az ügyeket, ezek elit problémák. Tehát a színművészeti egyetem, vagy más szimbolikus témák, ezek olyan dolgok, amik az elitnek a problémái. Tehát egy átlag fiatalt, mondjuk vidéki Magyarországon, vagy a fővárosi peremkerületekben, vagy nem egyetemi városokban, szerintem kevéssé érdekli, hogy most akkor a színművészeti egyetemnek a fenntartása az milyen formában történik. Egyébként Orbán Viktor szerintem fiatalos, tehát meg tudja szólítani a fiatal. Van hozzá egy viszonya a fiataloknak, egy olyan politikus, aki szoktuk mondani, amikor bejön a terembe, akkor megérzik az emberek, hogy valami változás történt az aurában. Tehát Orbán Viktorhoz viszonyulnia kell a politika iránt érdeklődő embereknek, hogy Gyurcsány Ferenchez is, ő is egy ilyen politikus, akihez az emberek viszonyulnak. És hát Orbán Viktornak a népszerűsége sokkal magasabb, mint a Fidesz népszerűsége. Most a járványkezelés kapcsán is kiderült, hogy Orbán Viktor elfogadottsága, támogatottsága magasabb, mint a Fideszé. Ebben bőven a fiatalok is benne vannak, akik talán őt elfogadják, az ő politikájához van valamilyen viszonyuk, lehet, hogy is a kormányzás negatívumait lehet, hogy a Fideszhez kötik, de ilyen szempontból Orbán Viktornak van esélye, hogy megszólítsa a fiatalokat, és hát ott, amikor fontos témák voltak, az internetadó kérdésében, ott tudott korrigálni, pont egyébként a fiatalokat látva, hogy ez valódi probléma volt, nagyon sok embert érintett, nyilván nem csak a fiatalokat, ott tudott korrigálni. Illetve hát maga a politikája az, ami szerintem a legtöbb ember számára
számára fontos, hogy az életkezdést könnyíti-e, odafigyel-e az emberek problémájára, az adott lehetőségeken belül próbál-e megoldásokat kínálni, vagy nehezíti-e az életkezdést. És hát itt ugye a Fidesz politikájában egy világos vonal van, tanulni kell, minél többet kell tanulni, ezt az állam segíti, az ingyenes tankönyvvel, az ingyenes iskolai étkeztetéssel, azzal, hogy szakképzéseket finanszíroz az állam, ugye a diákhitel, amit még az első Orbán kormány idején vezettek be, tehát megvannak azok a támaszok, amik mentén, ha valaki tanulni szeretne, akkor előbbre tud jutni. És a tanulás utáni következő lépés a munka, tehát hogy az emberek inkább dolgozzanak tehetségük szerint, a munkanélküli az menjen közmunkásnak, hogy a közösség számára valamilyen hasznos munkát végezzen, és hát aki ugye tanult, vagy átképzésen vesz részt, az meg előbb-utóbb el tud helyezkedni a versenyszférában. Ugye ezt láttuk a járvány előtt Magyarországon, ezt láttuk a járvány előtt Amerikában, Donald Trump gazdaságpolitikája nyomán, tehát ez egy olyan világos stratégia, ami egy lehetőséget, egy mobilitást kínál a társadalomnak, benne a fiataloknak, és hát azt látjuk, ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni, vagy lehet vitatkozni az egyes eszközökön, de ez is egy olyan dolog, mint Orbán Viktor politikusi személye, amihez minden embernek van egy világos viszonya. Tehát el tudja dönteni, hogy ez neki jó, vagy nem jó, és a többség szerintem, a magyar társadalom elsőprő többsége azt támogatja, hogy aki tud, az tanuljon, és aki tud, az tehetsége vagy lehetősége szerint dolgozzon. Hát igazából a fő vonal szerintem a fiatalok számára is vonzó, és hát ezért van az, hogy ezzel szemben, amit az ellenzék kínál, hogy alapjövedelem, hogy az embereket a passzivitásért fizessék, vagy az egyenlősdi, ami mindig a gazdagok a középosztály kárára próbálja fölemelni a szegényeket, de hát a középosztályra aránytalanul nagy terheket rak, és a szegények meg nem érzik úgy, hogy segítettek volna rajtuk. Ezt láttuk egyébként Amerikában Obama elnöksége alatt, ezt fogjuk látni szerintem most Joe Biden elnöksége alatt is, hogy a középosztályra pakolják a terheket, a szegények meg nem érzik úgy, hogy segítettek rajtuk. Tehát Magyarországon ez a munka alapú társadalom, a tanulás és a munka, az egy olyan politika, ami szerintem a legtöbb ember számára elfogadható, és hát a többi pluszban nyilván azok a tételek, amik a fiatalok számára is fontosak, ugye az ország megvédése, lehet ezt a lázadást egyébként nyilván a Brüsszel elleni szabadságharcra is átfordítani, tehát megvannak azok az eszközök, amelyekkel a fiatalok lázadását vagy életérzését is meg lehet szólítani, akár kormányról is. Nemrég ugye bejelentette a miniszterelnök, hogy 2022-től a 25 év alattiak esetében eltörlik a személyi jövedelemadót. Ez azért, mert tényleg egy olyan döntés, ami kézzelfogható. Tehát, hogy itt nem 5-10 ezer forintról van szó, hanem ugye olyan arányban törlik el, mint az átlag nemzetgazdasági kereset, annak az értékeig, de hát ez egy nagyon jó program lehet mondjuk tényleg a 25 éven aluliaknak. A kérdés az, hogy hoz-e politikai szavazatot ez? Tehát, hogy mondjuk van egy 25 év alatti dolgozó fiatal, aki egyébként eddig Fekete Győr András rajongója volt, de a következő évtől nem kell esziát fizetnie, akkor várható-e, hogy ennek hatására átszavaz a Fideszre? Hát egy fecske még nem csinál nyarat, de pont amiről beszéltünk, hogy a kormánypártok egy világos stratégiát kínálnak. Tehát itt arról van szó, ugye ez nem egy, tehát sokan az ellenzék azt mondja, ez egy kampányfogás, a francokat. Tehát ha megnézzük, itt ugye arról van szó, hogy vannak élethelyzetek, valaki ugye befejezi az egyetemet, vagy szakmunkásként ugye elvégzi az iskolát, és elkezd dolgozni. És az életének ebben a kezdeti szakaszában ugye nagyon sok kiadás vár rá. Ugye az emberek szabadon dönthetnek, és itt már beszéltünk arról, hogy aki tovább akar tanulni, annak van a diákhitel. Diákhitel 1 és 2, hogy tudja finanszírozni a tandíját és az egyetemista életét. Illetve ugye aki meg szakmunkás akar lenni, annak meg van két állam által támogatott szakképzés. Tehát lehet választani, hogy ki merre megy. Azt láttuk a járvány előtt, hogy a hiány szakmákban, az építőiparban, a gépgyártásban, a vendéglátásban ugye a magasabb fizetéseket lehetett elérni, mint diplomával. És ilyen szempontból ugye az emberek, amikor döntenek, akkor életstratégiát választanak jó esetben. És az, hogy a jövedelemadómentességet kapnak a fiatalok 25 év alatt, nyilván arra az élethelyzetre ad választ, hogy amikor valaki fiatal ki akar költözni otthonról,
akkor bizony itt most az jövedelemadó mentesség ezt megkönnyíti. Vagy ha családot szeretne alapítani, akkor azt megkönnyíti. Vagy ha mondjuk egyetemre szeretne járni, akkor kevesebb diákhitelt kell fölvennie, mert ugye több pénz, ha van munkája, több pénz marad nála. Csak a kérdés, hogy ez elége, vagy a fiatalok már megszokták, hogy hát jár a csók, meg jár a babaváró támogatás, meg ez is jár, meg az is jár, és valójában viszont van egy rossz politikai hangulat az országban, mert ilyenek azért előfordulnak, és ezért teljesen mindegy, hogy egyébként milyen gazdasági lépéseket tesz a kormány. Mivel nem mindegy, mert hogyha javul a gazdaság helyzete, az emberek úgy érzik, hogy a pénzüknél vannak, vagy ha sokat dolgoznak, akkor több marad belőle, igazságosnak érzik a teherviselést, akkor ez csökkenti a protestet. Az igaz egyébként, és ez a 2002-es tapasztalat, hogy az ellenzék, ugye akkor is azt hazudta, mert utólag ugye kiderült, hogy nem gondolták komolyan, hogy mindent megtartanak, csak azok is kapnak, akik addig nem kaptak, vagy keveset kaptak. Tehát az ellenzék akkor tud jó propagandát folytatni, és akkor van ez a veszély, hogyha az emberek elhiszik, hogy megtartják azokat a jótéteményeket, amiket a Fidesz kormány bevezetett, legfeljebb kiterjesztik a szegényekre is. És hát ezt láttuk 2002 után, hogy nem tudták fenntartani azokat a vívmányokat, amiket 2002 előtt bevezettek, sőt, el is törölték azokat. De akkor ő szerint mondjuk támogatások szempontjából milyen lenne egy esetleges 2022-es Fekete Győr, vagy Dobrev, vagy Márki-Zay kormány? Ti, amiről beszéltünk, hogy a szegényekre hivatkoznak, például alapjövedelmet ígérnek, ami szintén egy nagy átverés, mert nem arról van szó, hogy mindenki 100 000 forintot kapna a mostani jövedelme mellé, mondjuk egy vállalkozó, vagy egy építőipari munkás, vagy egy tanár, hanem arról lenne szó, hogy a legszegényebbeknél és a munkanélkülieknél kipótolnák a 28 000 forintos segélyt 100 000 forintra. Tehát igazából ez egy megemelt szociális segély lenne, nem alapjövedelem, ami mindenkinek járna. Tehát az ilyen átverésekkel, hogy azt ígérik, hogy csukja be a szemét és képzelje el, hogy a mostani jövedelme mellé kap egy 100-ast, ehelyett kapnak egy progresszív adót a legtöbben, ami azt jelenti, hogy a mostani 15%-hoz képest sokkal magasabbról kéne fizetni az átlag körül kereső embereknek. Ez volt 2010 előtt is, hogy a nemzetgazdasági átlagnál kicsit jobban kereső emberek, ez most bruttó 400 000 forint fölötti fizetés lenne, azoknak egy magasabb adósávba kellett fizetni. De érdekes, mert egyébként az ellenzék meg erre az egykulcsos vagy több kulcsos adóra azt mondja, hogy most gyakorlatilag a gazdagok ugyanannyi adót fizetnek, mint a szegények, és a szegények sokkal rosszabbul járnak. Ugye ez egy másik vitához vezet vissza minket, amit már ezerszer lefolytattak, és világosan kiderül, hogy ha bevezetik a progresszív adózást, akkor a gazdagok megtalálják a kiskapukat. Ugye amikor a francia szocialisták bevezették a progresszív adózást, Gérard Depardieu egészen Moszkváig menekült, hogy ne kelljen 70% adót fizetnie az 1 millió euró fölötti jövedelmére. Mások Londonba költöztek. Tehát a gazdagok mindig megtalálják a kiskaput, hogyha igazságtalannak érzik az adózást. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a gazdaság kifehérítése szempontjából az egykulcsos és a lehető legegyszerűbb adórendszer a legjobb. Hogyne, ezt úgy hívjuk, hogy a könnyű álom ára. Tehát, hogyha jól akarunk aludni, nem akarunk félni az adóhatóságtól, akkor olyan alacsony adókat kell bevezetni, amit az emberek szívesen befizetnek. Azt mondják, hogy inkább befizetem azt a 15% jövedelemadót, sem mint, hogy így trükközzek, és sokat költsek a könyvelőre, az ügyvédre, Szlovákiában alapítsak céget, vagy a Kajmán-szigeteken, és előbb-utóbb úgy is rájönnek, mert a kézbesítési megbízottnál becsöngetnek, akkor előbb-utóbb el fogja mondani, hogy az én cégem. Tehát ilyen szempontból egy egyszerű, alacsony adó, a sűrű fillér jobb, mint a ritka forint elven, ez sokkal jobb. Tehát a fiataloknál szerintem, hogyha ezt bevezetik, nyilván ez egy lépés, és összességében kell nézni. Tehát az, hogy egy fiatalnak, amikor elkezd dolgozni, akkor azt fogja kérni, valóban fehéríti a gazdaságot, mert azt mondja, hogy ne csináljuk meg okosban, hogy minimálbérre jelentesz be, mert minimálbérből csak minimális adókedvezményt tudok igénybe venni. Tehát lehetőleg jelentsél be teljes állásra, normális fizetéssel, hogy jobban tudjak ebből is profitálni. Tehát ez azt jelenti, nyilván azokat jelentik be, vagy azok kaphatnak magasabb fizetést, akik magasabb hozzáadott értéket termelnek. Tehát ez ösztönzi a fiatalokat arra, hogy jobban tanuljanak, esetleg a hiány szakmákban tanuljanak, és akkor rögtön ugye egy jó fizetéssel tudnak kezdeni. Illetve, hogyha ugye bejelentett állással, jó fizetéssel dolgoznak főállású munkaviszonyban, akkor egyébként ugye több jövedelemadót tudnak igénybe venni, de egyébként a járulék is magasabb lesz, amit a cég befizet, hogyha többet termel a fiatal,
akkor többet is tudnak utána befizetni. Tehát ilyen szempontból ez egy átgondolt politika egyébként, erről már beszéltünk itt a műsorban is, hogy a Fidesz kormánynak a gazdaságpolitikája, az adópolitikája a monarchiának a gazdaságpolitikáját és jövedelempolitikáját követi. Nem a munkát kell adóztatni, mert akkor csak sok lesz a munkanélküli, és trükköznek az emberek, a cégek a bejelentéssel, hanem a fogyasztást kell adóztatni. Tehát, hogy a monarchiában is a fogyasztást adóztatták, most is a fogyasztást adóztatták. Ezért van az egyébként, hogy viszonylag magasabb az áfa kulcs? Hát ez a lényeg, persze, mert ugye, hogy amit megbeszéltük, hogy a jövedelmekkel lehet trükközni, hogy minimálbérre van valaki bejelentve, vagy részmunkaidőre van bejelentve, és borítékban kap még mellette pénzt. Tehát ez az egyénnek látszólag jó, hiszen ugye adózatlan jövedelme van, de amikor a nyugdíját vagy a járulékait fogják kiszámolni, akkor döbben rá, hogy ez rövid távon jó, de hosszú távon nem. Viszont, hogyha valaki mondjuk a benzinkútnál tankol, vagy egy élelmiszerboltban vásárol, amibe van kötve pénztárgép a NAV-hoz, ott viszont nem tudják már annyira a trükkökkel eltüntetni a pénzt, tehát ilyen szempontból a külföldön szerzett jövedelem, vagy a feketén szerzett jövedelemnek is a 27%-a azonnal megy az államkasszába. Tehát ez sokkal jobb és sokkal igazságosabb, mert az emberek jobban be tudják osztani a költésüket. Tehát nyilván van verseny azért, valamilyen verseny azért még Magyarországon is van. Mindezt úgy, hogy közben azért egyre több alapvető élelmiszernek az áfáját csökkentik 5%-ra, tehát mondjuk azok, akik nehéz helyzetben vannak, ők is mondjuk akkor legalább az alapvető élelmiszereket meg tudják vásárolni. Egyébként még egy dolog jutott eszembe így a gazdaságpolitikával kapcsolatban, ez pedig az, hogy amikor Gyurcsány Ferenc kormányzása volt, én akkor még viszonylag fiatalabb voltam, tehát ilyen 10 éves, de arra emlékszem, hogy mindig voltak különböző reformok és mindenféle pont bejelentések. Ilyen 5 pont, meg 8 pont, meg 13, nagyon sok fajta pontot jelentettek be sokszor. Hogy ott viszont általában mindig valami fajta megszorítás volt, és hogy annak a gazdaságpolitikának azért a megszorítás volt az elsődleges lényege. És látom, hogy most is az úgynevezett sztár közgazdászok hiányolják azt, hogy a miniszterelnök ezekben a nehezebb időkben nem szorít meg, és azt mondják, hogy ebből baj lesz, meg összeomlik majd a nemzetgazdaság, meg egyebek. De egyébként valóban jó dolog az, hogy amikor válság van, vagy nehezebb pénzügyi időszak van, akkor is inkább plusz forrást biztosítanak az embereknek? Az alapvető különbség a sztár közgazdászok és a jobb oldal között az, hogy a baloldali liberális sztárközgazdászok a bankokért aggódnak, a jobb oldal meg az emberekért, a családokért. Tehát igazából vannak olyan szakaszok, amikor van értelme a megszorításnak, bár ez a tapasztalat azt mutatja, hogy csak az igazságos megszorításnak van értelme. 2010 előtt egy rossz gazdaságpolitika volt, ugye először kiürítették a kincstárat, ígértek hetet, havat, 13. havi fizetést, nyugdíjat, kiszorták a pénzt, és utána, amikor elfogyott, akkor hitelt vettek föl, és azért volt szükség megszorításokra 2008-9 körül, hogy a külföldi hiteleket vissza tudják fizetni. Tehát azért sanyargatták a magyarokat, hogy a nyugatiak, a hitelezők, a spekulánsok visszakapják a pénzüket. Ugye 2010 után egy igazságos tehermegosztás valósult meg, amikor a nyugati cégeket, bankokat, energiaszolgáltatókat is bevonták már a teherviselésbe, pont azért, hogy a családok vállára kevesebb teher jusson. Tehát ez volt a két filozófia közti különbség. És igazából a baloldal azért is akar megszorításokat, mert nekik nem érdekük, hogy egy erős középosztály legyen. Tehát a baloldalnak az az érdeke, hogy az emberek segélyezettek legyenek. Itt ez az alapjövedelem ötlet. Tehát ennek van egy ilyen perverz része is, azért ezt nem szabad elhallgatni. A nyugaton azt mondják, hogy kapsz 800 eurót és jó vagy. 800 euróból nagyjából ki tudja fizetni valaki az egy-két szobás lakásának a bérleti díját, meg ahogy mondjuk németül az Aldi alsó polcáról elél. Tehát nem él rosszul, nem is él jól, de ebből a pénzből nem fog tudni félretenni, nem fog tudni vállalkozni, nem fog tudni tőkét felhalmozni. Nem egy szabad ember lesz középosztálybeli, akinek stabil jövedelme van, elő tud fizetni újságokra, színházba megy, tud támogatni civil szervezeteket, hanem egy kamizsnából élő, járszalagon lévő ember lesz, aki mindig manipulálható lesz, mert mindig attól függ, hogy megkapja a következő alapjövedelmét. Tehát ez is egy filozófiabeli különbség. A megszorítások mindig a középosztályt, a hazai cégeket érték Magyarországon, pont azért, hogy ne tudják ezt a hagyományos politika alakító szerepüket
biztosítani, és a növekedjen a szegények, az elosztásban érdekeltek száma, akik hagyományosan a baloldalra szavaznak. Ugye a jobboldali politika pedig a középosztályt erősíti. Mi is nézzük meg, hogy a baráti ismerősi körünkben hány olyan vállalkozó vagy jól menő, jól kereső ember van, aki elfogadja a Fidesz kormány ajándékait, a politikájának az eredményét, és teli szájjal szítja a kormányt. És hogyha ne adj Isten, egy kormányváltás következne be, majd ezek lesznek azok, akik a megemelt adók miatt elsőként fogják szídni ezeket a baloldali politikusokat, akiket most éjjeneznek. Tehát igazából itt látszik az, hogy nagyon sokan nem gondolják végig, hogy milyen alternatívák vannak, és itt nem csak a stílusról kell beszélni, hogy szeretjük-e, ahogy a politikusok beszélnek, vagy amiket mondanak, hanem hogy milyen politikát folytatnak, és igazából ezeknek az alternatíváknak a mérlegelése, választás, nem csak a stílusnak, vagy a média által felkapott mondatoknak, vagy szimbolikus tetteknek az összevetése. Kiszeli Zoltán, köszönjük szépen! Köszönöm én is!